Sziasztok! Ebben a videóban egy fotómontást szeretnék készíteni, más néven fotoszlájdásról. Én beúztam 4 darab képet, ezeket szeretném elkészíteni fotomontásba. Kijelölöm mind a 4 képet, behúzom a timeline-ra. Behúztam. Egy vonallal feljebb teszem. Egy idősebb a feljebb ittem. A fotók alá behúzok. Egy generátort. A noise gradient. Elnézést az angol kiejtésemért, nagyon rossz. Behúztuk, végighúzom az egész minden 4 fotó alatt. Megvan, majd ahol látás van a fotók közt, ott elvagdalom őket. Ugye minden fotóra más teret szeretnék beállítani. Ismét kijelölöm a teljes fotót. Beálltam zoommal a méretet. Itt körülbelül jó lesz. Mindegyiknél. Jó. Eddig megvan. És beálltam a hátteret. A háttert úgy tudjuk beállítani, rákattintunk az alsó sávra. Inspektorba rákattintunk a generátorra. A generátoron belül a grafit. Ott tudjuk változtatni a hátterünknek a színét. Ugye kattintunk erre a pink screen kolorra, és ahogy mozgatjuk itt a egerünket, úgy fogja változtatni a háttér. És amiket szeretnénk váltani, úgy látjuk, hogy az jó, azt leokézzük. Ennél szeretnék maradni, de picit vöröses, kicsit narancsos. Szerintem ez jó lesz neki. Le is okézom, meg is maradt. Mert visszamegyünk az effektekbe, az effektek közt, az OpenFX-be, és ráhúzom. Lehet, hogy Drop Shadow, a keresőbe beírjuk. Be is adta Drop Shadow, ezt ráhúzom a képünkre. Ezzel tudjuk állítani az árnyékot a Drop Shadow-val. Itt tudjuk állítani, visszamegyünk az inspektorba, inspektoron belül az effektekbe, és itt a Shadow stringe tudjuk állítani az árnyékot. Így körülbelül. Tudjuk az árnyék színét is állítani, hanem amennyibe szeretnénk. Adok neki pici ilyen zöldes szín. Akkor, ha már színkavalkát, hogy legyen színkavalkát bőve. Eddig ez megvan. Visszamegyünk az effektekbe. Az effekteken ráhúzunk a Color Buster-t.
adunk egy keretet a képünknek, aminek is még tudjuk változtatni a színét. Maradjunk ennél az őrnél. Ezzel nagyjából meg is volnánk. Ugyanúgy beállítjuk a többit is. Ahogyan szeretnénk. Tovább megyünk a másodikra. Átmegyünk az effektekbe. Beállítjuk a árnyék színét. Maradjunk a feketténél, majd beálltjuk a háttérszint. Nem is tudom, melyik lenne jó. Talán a kékes, ez úgy kiemelje az egészet. Ennél is maradunk. Ugyan ráhúzzuk a keretet. Ennek is megváltoztatjuk a színét. A szürke, ez jó is. Megy a hajához is. Akkor nagyjából ezzel is megvagyunk. Megyünk tovább. Kész vagyunk, még húzunk alá egy zenét. És nagyjából kész is vagyunk. Kinyitom.
röviden ennyit szerettem volna megmutatni. Ha tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!